80 évvel ezelőtt történt a Doni katasztrófa. Az évforduló kapcsán országszerte tartottak megemlékezéseket a hősök tiszteletére a hétvégén. Kecskeméten vasárnap szentmisével, majd ünnepélyes koszorúzással tisztelettek a Doni hősök előtt. Sokan használatba vették a decemberben átadott Károly Róbert körút új szakaszát. A megvalósult második ütem a Margaréta utcai csomóponttól az 5-ös számú főúti csomópontig húzódó útszakaszt foglalja magába. Mind az autósok, mind a kerékpárosok zökkenőmentesen közlekednek az új útszakaszon. Csaknem 1 milliárd forintot nyert el Háromvágy-Kiskunvár megyei település turisztikai fejlesztésekre. Kiskomajsa, Bugac és Szalkszentmárton érintettek a fejlesztés hullámban. Elkezdődött az ökumenikus ima hét. Egy héten át a különböző felekezetük, gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Kecskeméten a baptista imaházad otthont az alkalmaknak szombatig minden nap 17 órától. Bravúr győzelmet aratott Debrecenben a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét szombaton. Az összecsapásban a forrai legénység volt koncentráltabb, így megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. A meccset január 17-én délután 5 órakor tekinthetik meg a Kecskeméti Televízió műsorán.